megállapodott a Tokaj-Hegyalja Egyetem és a Szerencsi Szakképzési Centrum. A vármegye végzős kimagasló tanulóinak elismerése. Tüzet gyújtottak Szent Iván éjjelén Bekecsen. Köszöntöm a Globa Televízió nézőit, Veres Réka vagyok. Megállapodás kötött a Tokaj-Hegyalja Egyetem a Szerencsi Szakképzési Centrummal. Az esemény Sárospatakon történt az egyetem tetőtéri tárgyaló termében június 19-én. A Szerencsi Szakképzési Centrummal együttműködési megállapodást írt alá a Tokaj-Hegyalja Egyetem június 19-én. Ezt a nemes alkalmat Sárospatakon az egyetemi rektorátus tetőtéri tárgyaló termében rendezték meg. Az eseményen részt vett Bukta Márta főigazgató és Robi Zsoltné kancellár, akik a Szerencsi Szakképzési Centrumot képviselték, illetve professzor dr. Kéri Szabolcs, a Tokaj-Hegyalja Egyetem rektora és Vince Csaba egyetemi kancellár. Csatlósné Komáromi Katalin köszöntötte a megjelenteket, a Létesítmény Társadalmi Kapcsolatok igazgatója, majd átadta a szót az intézmény rektorának, professzor dr. Kéri Szabolcsnak. Professzor dr. Kéri Szabolcs elmondása szerint a szakképzés és az alkalmazott tudományok, illetve az egyetemek közötti együttműködés elengedhetetlen az oktatásban. Kiemelte, hogy az Európai Unió is figyelemmel kíséri, hogy hazánkban mennyi a megszerzett diplomák száma. Napjainkban fontos például a mesterséges intelligencia elsajátításához a diploma megszerzése. Ezzel az ország versenyképessége is növelhető lesz a gazdasági szférában. Ezért jó minőségű munkaerőt szeretnének kiképezni régiónkban is a szakképzési centrumok együttműködésével. A szakképzőközpontok és az alkalmazott tudományok egyetemek együttműködése a képzésben, oktatásban, kutatásban rendkívül fontos. Mind a két intézményrendszer a gyakorlatorientált képzésre helyezi a hangsúlyt, ami azt jelenti, hogy a hallgatóknak, diákoknak olyan tudást kell elsajátítani, amit közvetlenül már a munkaerőpiacon tudnak alkalmazni, hasznosítani, amikor elhagyják az intézményt. Nyilván a középfokú és a felsőfokú oktatás e tekintetben nagyon nagy mértékben tud támaszkodni egymásra. Az alaptudást megszerzik nyilván a középfokon, és aztán az egyetemen lehetőség van arra, hogy ezt a tudást mélyítsék, differenciálják, kiegészítsék, és így eredményesebben tudjanak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Egyrészt már tudnak az egyetemi tanulmányokra készülni, tudják olyan szempontból feldolgozni a tananyagot, ami már előkészíti őket az egyetemi szintre, illetve egy folyamatosság van a két kurikulum között. Ez azt jelenti, hogy nincs egy hasadék, nincs egy rés, nincs egy hatalmas váltás a hallgatók életében, amikor ide érkeznek az egyetemre, ugyanazt folytatják magasabb szinten. Természetesen ezeknek a megállapodásoknak az a jelentőség, a diákok, oktatók tudjanak arról, hogy van ilyen lehetőség, ezt be tudják építeni a terveikbe, és már eleve így kezdik az iskolát, egy biztos pályaévet, egy biztos karriermodell biztosítva a számukra. A Szerencsi Szakképzési Centrum főigazgató véleménye szerint a Kulturális és Innovációs Minisztérium kifejezetten támogatja, hogy a szakképzés és az egyetemek összeköttetésben álljanak egymással. Meglátása szerint a szakképzés az előszobája az egyetemi felsőoktatásnak. A szakképzési oktatásnak két fontos tanuló csoportját emelte ki. Az egyik, akik hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetben vannak, ezért őket is támogatni kell abban, hogy legalább a 8 általános iskolai végzettséget megszerezzék egy mentorprogram segítségével. A másik oldal viszont, akik az egyetemen képzelik el a jövőjüket és karriert szeretnének építeni, megkaphassák a lehetőséget az egyetemi felsőoktatásra. A Tokaj-Hegyalja Egyetemmel írtunk alá egy keretmegállapodást. Nem csak a Szerencsi ISC életében, hanem a szakképzés életében is fontos állomás mindig, amikor egy egyetemmel tud együttműködni. Sok számos olyan pontja van a szakképzésnek, amelyben számítunk az egyetemekkel való együttműködésre és támogatásra, nevezhetjük okleveles technikusi képzésnek, tudásközpontnak. Kifejezetten az, hogy mi a Tokaj-Hegyalja Egyetemmel tudunk együttműködési megállapodásra lépni, az pedig épp a régiónak egy nagyon fontos pillanata, hiszen itt Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szerencs, Tokaj környékén a szakképzés és az egyetemi oktatásnak a kapcsolatát tudjuk megerősíteni. Kifejezetten a pályaorientáció tekintetében szól a keret megállapodás egy része, a másik pedig kreditbeszámítással, előzetes tanulmányok beszámításával, közös programokkal, közös oktatási tevékenységgel, tapasztalatcserével az egyetemi és a szakképzésben dolgozó oktatók tekintetében. Ez az alapja, és utána jönnek fokozatosan a lépések,
kérek, hogy ezeket a keretben megfogalmazott dolgokat meg tudjuk majd tölteni tartalommal. Mindezek után Kéri Szabolcs, a Tokaj-Hegyalja Egyetem rektora, Bukta Márta, a Szerencsi Szakképzési Centrum főigazgatója, és Rubi Zsoltné, a Szerencsi Szakképzési Centrum kancellárja ünnepélyes keretek között aláírták az együttműködési megállapodást. Újabb roadport szerveztek a Szerencs felé vezető 37-es úton június 17 és 23 között. Elsősorban az Ittas és a Bódót járművezetőket vették gorcső alá, amely az egész Európai Unió területére kiterjedt. Roadpol ellenőrzést tartottak a Szerencs felé vezető 37-es úton június 17 és 23 között. Madarász Péter rendőrhagynagy fővizsgáló, a közlekedésrendészeti osztály Szerencsi rendőrkapitányság munkatársa elmondása szerint a rendészeti intézkedés a Roadpol Alcohol and Drugs nevet kapta, ugyanis az Ittas és a Bódolt járműveket vették szemügyre elsősorban a közúti forgalom során. Ez a roadpol ellenőrzés egész hétre kiterjedt, tehát nem csak a mai napon ellenőrizünk. Főként az Ittas és Bódót járművezető kiszűrésére irányul ez a roadpol ellenőrzés, amelynek a neve is mutatja, hogy Roadpol Alcohol and Drugs ellenőrzés. Ez egyébként egy nemzetközi közlekedésbiztonsági helyzetet javító fokozott ellenőrzés, amely végrehajtásra kerül most a Szerencsi Rendőrkapitányság illetékességi területén is ezen a héten. És amit említettem, főként az Ittas és Bódót járművezető kiszűrésére irányul ez az ellenőrzés, de ezen kívül minden jogsértéssel, illetve szabálysértéssel szemben, amelyet észlelünk, az intézkedéseket megtesszük. A baleseti helyzet tekintetében az mutatkozik, hogy 6,3% a bekövetkezett baleseteknek, amelyben az okozója Ittas járművezető volt. Szerencsére a héten még Ittas járművezetőt az ellenőrzés során nem szűrtünk ki a forgalomból, meglátjuk, hogy a hét további felében ez hogy alakul. Hál' Istennek azt kell mondanom, hogy az elmúlt évekhez képest az Ittas járművezetők aránya jóval csökkent, úgyhogy sokkal kevesebb az ilyen járművezető az utakon. Nyilván ez valamilyen szinten köszönhető a folyamatos fokozott közterületi jelenlétnek, amelyet most ezzel az akcióval is próbálunk erősíteni. Madarász Péter említést tett arról, hogy a baleseti helyzetek tekintetében 6,3%-ban okozták Ittas vezetők a balesetek számát az elmúlt időszak statisztikai adatai szerint. A jó hír viszont az volt, hogy a június 19-i beszámoló alapján még nem szűrtek ki Ittas vezetőket. Továbbá az elmúlt évekhez képest szintén csökkent a létszámuk az utakon, amelyet ezzel az akcióval is igyekeztek megerősíteni. A legközelebbi roadpol ellenőrzésre augusztusban fog sor kerülni, amikor ismét a gyorshajtókat fogják szűrni Európa szerte. A kúria megsemmisítette a szavazás eredményeit, ugyanis túl sok bejelentett lakcím érkezett Szegiben a június 9-i önkormányzati választások előtt. Az új szavazás időpontját 2024. július 7-ére rendelték el. A június 9-i önkormányzati választások után úgy döntött a kúria, hogy újra megismétlik Szegiben a szavazást július 7-én. A probléma az volt, hogy túlságosan megszaporodott a voksolásra jogosult polgárok száma Szegiben, nem sokkal a választások előtt. Ezért a Globot TV stábja felkereste Kisvárdai Tibort, független polgármester jelöltet, aki részletes tájékoztatást adott nekünk az észrevételeiről. Stábunk többször kereste Trudics Andreát, a Fidesz megválasztott polgármesterét, viszont nem sikerült elérnünk adásunk zárásáig. Kisvárdai Tibor elmondta, hogy a szavazás előtt tömegesen megnőtt a szavazó létszám, ezért fellebbezést nyújtott be a helyi választási bizottságnak, amelyet először elutasított. A választás után viszont újra fellebbezést adott be a meggyarapodott bejelentett lakcímek miatt, amelyet később elfogadott a bizottság. Arra hivatkozott, hogy a község területén a 2019. évi választások alkalmával 282 fő, 2024. 3. 13-án 246 választásra jogosult személy volt, 3 nappal a választás előtt pedig a számuk 348-ra ugrott. A választás megelőző héten a szavazókori névjegyzék kötelező lezárásáig még 70 új választópolgárnak lett lakcíme Szegiben. Ezt vizsgálják ki, mert ez a választási eljárás rendjének a megsértése történt. Tulajdonképpen a választás napján óriási megdöbbenés érte a falu lakosságát, mert azok a szavazók, akik 2-3 nappal
a választás előtt bejelentkeztek településünkre, szervezetten buszokkal érkeztek a településre, kimondottan a szavazás érdekében. És tulajdonképpen itt eszembe jut a kúriának, a kúria meginterjúholt a polgármester asszonyt is, illetve polgármester jelöltet, mert egyben jelölt is volt, és a kúriának a nyilatkozata alapján megdöbbenve olvastam, hogy ezek az emberek valószínűsíthetően turisták voltak, mert Tokajhegyalja, Szegély és Tokajhegyalja környéke az nagyon felkapott turista hely. Az interjú során Kisvárdai Tibor kiemelte, hogy a választás napján elég érdekesnek tűnt azzal szembesülnie, hogy hirtelen nagyon sok turista jelent meg a faluban. Abban bízik, hogy a megismételt szavazás napján nem lesz megint ennyi turista. Utána hozzátette, hogy a helyi választási bizottság két tagja 8-8 szemét vett magához nyilvántartásba a voksolás előtt. Ezután kihangsúlyozta, hogy a választási bizottság tagjainak teljesen függetlennek kellett volna maradniuk a szavazás tisztasága érdekében. Ugyanakkor hozzátette, hogy a bejelentések teljesen jogszabályszerűen történtek, hiszen bárki bárhol létesíthet lakóhelyet, viszont ezzel a törvényes cselekedettel a választási törvény sértették meg súlyosan. Ezt követően az újraválasztás szabályairól adott részletes felvilágosítást. A kúria döntése az mindig precedens értékű. Számomra az egy óriási nagy dolog, hogy a tanácselnök Darák Péter volt a legfelsőbb bíróság bírója, illetve a kúriának a 9 évig volt az elnöke, tehát egy nagyon nagy jogtekintélyű ember hozta meg a bíró társaival a döntést. Na most ez a döntés, ez precedens értékű, mindig hivatkoznak bizonyos régmúlt döntésekre, ebből adódóan született meg az új újraválasztásnak az időpontja, és jelenleg szintén úgy van, hogy akik a választási, legalábbis én úgy tudom, mert a választási, a helyi választási bizottság iroda vezetője még nem tájékoztatott erről, de én legalábbis úgy tudom, hogy a választási névjegyzékben jelenleg szereplő személyek választhatnak újra a július 7-i választáson, illetve azok a polgármester jelöltek, akik eddig jelölték magukat. Képviselő választás nem lesz, abból adódóan, hogy két képviselő is fellebezést akart benyújtani, viszont véletlenül, idézőjelben mondom ezt, véletlenül elírták a választási határozatban a fellebezési dátumot, és így ők lemaradtak a fellebezésről. Tehát emiatt nincs képviselő választás, mert nem jutott a fellebezésük el a kúriáig. A június 9-i önkormányzati választást Trudics Andrea, a Fidesz polgármester jelöltje nyerte meg 153 érvényes szavazattal, 57,95%-kal. A független Kisvárdai Tibor pedig 105 szavazatot, 39,77%-ot szerzett. A kúria ezeket a számadatokat felülbírálta, és megsemmisítette a szavazás eredményeit, majd új választási időpontot rendelt el. 2024. július 7-ére tűzte ki a megismételt szavazás lehetőségét.
Kitüntetésben részesítették azokat a tanulókat, akik a szakmájukban kimagaslóan teljesítettek. Az esemény a Borsod-Abói-Zemplén vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában zajlott le június 14-én. Többek között Bihal Tamás köszönetet mondott a 2024-2028-as kamarai ciklus tisztúító küldöttgyűlés tagjainak, ugyanis újra őt választották meg a BOKIK elnökének, aki 9. ciklusát kezdi el az elkövetkezendő 4 évben. A Borsod-Abói-Zemplén vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elismerésben részesítette azokat a végzős tanulókat, akik a szakmájukban kiváló eredményt értek el. Először Bihal Tamás, a BOKIK elnöke köszöntötte a meghívott vendégeket, és elmondta, hogy nagy szükség van a szakképzett tanulókra ahhoz, hogy Magyarország és a vármegye gazdasága gördülékenyen tudjon működni. A cégek versenyképessége és jövője nagyon sok múlik azon, hogy a mostani fiatal generáció mennyire tud felkészülten teljesíteni a szakmájában. Megemlített, hogy Hankó Balázs lett az új miniszterelnöke a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak, akivel nagyon sokat dolgozott azért, hogy a középszintű iskolarendszer duális képzése megerősödjön. Sokat tettek azért, hogy a szakképzés közelebb kerüljön a felsőoktatás világához, illetve további céljuk, hogy a felnőtt képzés fejlődni tudjon. Hagyomány, mint annyi minden a kamarában, hogy köszöntjük a szakképzésben tanuló gyerekeket, amelynek a módszere az, hogy minden iskola megküldi, hogy kit javasol a tanulók közül, a saját gyerekei közül, és itt egy ünnepség keretében gratulálunk, jutalmazzuk őket szerény mértékben, de azt gondolom, hogy az ő életükben ez fontos dolog, hogy egy ilyen elismerést átvehetnek. Annyiban színesedik a világ, hogy a Földes Ferenc gimnázium diákjai nemrégiben egy nagyon komoly nemzetközi versenyt nyertek informatika területén, így őket is meghívtuk. Azt hiszem a igazgató úrról együtt mind a 4 fiatal ember itt lesz, tehát ez kicsit a fiatalok, a szakmát tanulóknak egyfajta ünnepe, amit a kamara szeretne számukra biztosítani. 60 körüli tanulót fogunk díjazni, és az iskolák választják ki őket, nyilván ők tudják a sajátjaikról, hogy ki az, aki ezt megérdemli. Mi pedig ezt készséggel elfogadjuk, és átadjuk ezeket az elismerő okleveleket, meg egy kis ajándékot számukra. De mindenképpen azt szeretnénk, hogy legyen ez benne az ő fejükbe is, meg a közvélemény fejében is, hogy a szakmai tanulás kiválóságait azt ünnepelni kell. A rendezvény során köszönetet mondott a 2024-2028-as kamarai ciklus tisztúító küldöttgyűlés tagjainak, ugyanis újra Bihal Tamást választották meg a BOKIK elnökének, aki 9. ciklusát kezdi el az elkövetkezendő 4 évben. 68. küldöttgyűlésünk volt, azért ez egy elég testes szám, hisz ebben az évben 30 éve alakult meg a kamara november 29-én. És most volt esedékes a 4 éves ciklusonként történő kamarai választás. Felemelő volt számomra, hogy rendkívül oldott, nyugodt, fegyelmezett, mondhatnám, hogy méltóság teljes hangulatban zajlottak a választások. Közel 1000 cég mondta el a véleményét közvetlenül vagy közvetve, és ez alapján megválaszthattuk a új kamarai testületi tagokat, és megkezdhetjük a munkát, nyilván ezek fontos alapfeltételek, és így én magam is nekivágok az újabb kamarai elnöki feladatomnak, nagy várakozással, nagy reményekkel és nagy tervekkel, van kihívás bőven. Utána Bánné dr. Gál Boglárka a megyei közgyűlés elnökének beszédét hallhatták a jelenlévők. Kijelentette, hogy a kamara és a vármegyei önkormányzat kölcsönösen segíti egymás munkáját, valamint arra törekednek, hogy a fiatalok együttműködésével építsék tovább Borsod-Abói-Zemplén vármegye jövőjét. Elismerte azokat a tanulókat, akik folyamatosan tesznek azért, hogy kiemelkedjenek egy-egy iskolai osztályban egy bizonyos szakmát képviselve. Abban bízik, hogy a Borsod megyében élő tanulók itt maradnak, és tovább erősítik a megye szakmunkásait mindazon borsodi természeti csodák mellett, mint a vizeink, gyógyfürdőink, hegyeink, kiemelkedő helyi és megyei értékeink, valamint hungarikumaink mellett. Ezért dolgoznak együtt oktatási intézményekkel, egyetemekkel, vállalkozókkal, cégekkel, hogy mindenki megtalálja a számításait és a boldogulását Borsod-Abói-Zemplén vármegyében a későbbiek során. Mindezek után egyesével hívták ki azokat a tanulókat, akik kiugró teljesítményt értek el szakmájukat képviselve.
Bihal Tamástól és Bárné dr. Gál Boglárkától vehették át a jutalmaikat, melyek mosolt és örömteli pillanatokat csaltak a meghívottak arcára. Negyedik alkalommal rendezték meg a Szent Ivánéi Közösségépítő rendezvényt Bekecsen június 23-án. A leghosszabb nappalt és a legrövidebb éjszakának időpontját ünnepelték meg szórakoztató programok és koncertek kíséretével. Negyedik alkalommal június 23-án este várt a Bekecs község önkormányzata a helyieket és a környező településen élőket a Szent Ivánéi Közösségépítő rendezvényre. A leghosszabb nappalt és a legrövidebb éjszakát megünneplő esemény szokásos helyen az Igazság és Rózsa utca találkozásánál az egykori bánya területén tartották meg, ahol a település polgármestere is részt vett. Bekecs község önkormányzata és képviselőtestülete igyekszik minden évszakban megszólítani a falunk lakosságát. Számos olyan rendezvényünk van, ami különböző helyszíneken tartjuk, például a falunapunkat, a Bekecsi Vigasságot lent a Kultúrháznál, akkor gyakorlatilag május 1-ét a sportpályán is, igazi különlegesség a Szent Ivánéi mulatság, aminek helyszíne mindig a domboldal, a régi bánya területe, ahol pompás kilátás nyílik Tokajhegy aljára, annak keleti vonulataira. Ezen a rendezvényen a közös ünneplés egyébe gyűlünk össze, három énekkar vagy zenekar fellép, finom dolgokat, zsíros kenyeret, fröccsöt és szörpöt osztogatunk, és utána pedig egy nagy tűzkörüli tánccal zárjuk a napot. A lakosság én úgy látom, hogy szereti. Két dolog miatt is. Először egy könnyedebb hangvételű rendezvény, másodszor a helyszín különleges. Nekünk ismert ide föl kell pakolni mindent, el kell készíteni a rendezvényt, el kell kérni, és így nagyon köszönjük mindig a tulajdonosnak, hogy rendelkezésre bocsátja, de a gyerekek is, ahogy lehet látni itt a tömbből, sokan vannak. Eljönnek, játszanak, jól érzik egymás társaságában magukat, és nekünk ez mindez elegendő. Itt a mai nap folyamán a zenekaroké a hangsúly, volt a CC 100 színház alatt, most a Hegyalja Folk kezd mindjárt, és utána pedig, ha jól tudom, a Számadó fog népdal, illetve néptánc ütemeket mutatni nekünk. A szervezők többféle programmal kedveskedtek a vidám eseményre kilátogatóknak. A Vigasságon fellépett a CC 116 banda, akik többek között olyan megzenésített költők verseit adták elő, mint Petőfi Sándor. A repertoárjukban retro slágerek feldolgozásai is szerepeltek, például a Forever Club együttes Balatoni Lász című dala, amellyel igazi nyári fesztivál hangulatot teremtettek. Kezdtem ezt a verset én, tavaly május elején, idén lett csak készen, idén sem egészen. Címe az volt életem, s kihúztam, mert félszegen, sántikált a címe, minden lábor íme. Újra kezdtem, s ez alatt félesztendő leszaladt, de az égre nézve alig vettem észre. Az égen egy felhő szállt, s az a felhő nem is szállt, lebegett vagy áltán, mint egy őrvált rám. Azt a felhőt néztem én, még e forgó év felén, csak lehullott onnan, mint katona holtan. Előadásukat a Hegyalja Folk zenekar követte. Műsorszámaik közt Moldova is, erdélyi népdalok újra komponálásai is elhangzottak. A közönség annyira élvezte a népi hangzásvilágú dallamokat, hogy rögtön táncra perdültek. A gyerekek és a szüleik nagy örömmel jártak körtáncot a tűzrakás körül. Mikor kendes Laci bátyám szépen hegedülne, akkor én is rátalálnék egy szép kék szeműre. Járnám véle ékesen, más néznék keservesen, kedves angyalom. Járnám véle ékesen, más néznék keservesen, kedves angyalom. Az önkormányzat jóvoltából a koncertek alatt a rendezvény résztvevői zsíros kenyeret fogyaszthattak szörppel vagy fröccsel kísérve. Az este nagyon jó hangulatú volt, ahol a kicsik és a nagyok is egyaránt jól érezték magukat a színes programoknak köszönhetően. Bekecs község önkormányzata azt reméli, hogy jövőre is tudják folytatni a Szent Ivánéi hagyományt a település és más környékbéli családok örömére. A Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT tájékoztatása szerint hétfőn erőteljesebb gomoly felhőképződés és fátyol felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. Szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. Az északnyugati, nyugati szelet sok felé élénk, főleg zivatar térségében helyenként erős lökések kísérik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 24, a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 29-35 fok között alakul, de nyugaton hűvösebb lehet. Másnap a goma és a fátyol felhők mellett általában több órára kisüt a nap. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati, északi szelet élénk, helyenként erős, zivatar térségében viharos lökések is kísérik. A minimum hőmérséklet 15 és 22, a csúcsérték 26 és 31 fok között várható. Szerdán a gomoly, illetve a fátyol felhők mellett általában több órás napsütésre van kilátás. Elszórtan előfordulhat záporeső, zivatar. Az északnyugati, északi szelet sokfelé élénk, helyenként erős, zivatar térségében akár viharos lökések is kísérhetik. A hajnali 15-21 fokról 27 és 37 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A héten fronthatás nem várható. Tisztelt nézőink, a Globo Televízió heti közéleti műsorát, a Globo magazint látták. Új adással legközelebb július 7-én jelentkezünk. Címünk 3900, Szerencs Rákóczi út 43, telefonszámunk 47-es körzet 361-156, e-mail címünk szerkesztőség@globotv.hu. Elérhetőségeinken várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, javaslataikat. Honlapunkon a globotv.hu-n a hét minden napján olvashatják friss híreinket. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és a jövőben is várjuk Önöket a képernyő elé. Viszontlátásra!